Fridi most már látja, hogy Pintér Tibor könnyen túltette magát a szakításon alig néhány hónapja, hogy Fridi és Tenya újra külön utakon járnak, a lángoló szerelemből mára semmi nem maradt. Róbos Friderika visszagondolva a közelmúltra már bánja, hogy nem hallgatott korábban női megérzésére, a lány állítja, hogy gyanította, hogy egy harmadik fél is van a kapcsolatukban. Most a Répostnak beszélt arról, mit érzett, amikor biztossá vált a dolog alap írta meg, hogy Tenyát egy nyilvános eseményen látták, amint egy fiatal nővel igen bizalmas viszonyba keveredett. Azóta kiderült, hogy a lány Tenya új kedvese szilveszter másnapján tudtam meg, hogy Tenyának van valakie, és nem tagadom, eléggé mélyen érintett. Perceken át nem is tudtam megszólalni, csak bámultam a telefonomat, és azon gondolkodtam, hogy amit látok, az a valóság-e, vagy csak valami gonosz vicc. Aztán rájöttem, hogy Tenyának könnyen megy a továbblépés, mondta Fridi. Azt gondolom, már jó ideje tervezte a szakítást a lánynak, az is rosszul esett, hogy megtudta, Tenya elköltözött egy új lakásba, egy olyanba, amiről ő csak álmodozott, amíg még együtt volt a színésszel.